A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek konvenciójának 11 évvel ezelőtti létrejöttekora a kezdeményezők célja az erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai, a vajdasági, a horvátországi és a muravidéki magyar újságíró egyesületek közötti együttműködés serkentése volt, ami mára igen eredményesen meg is valósult. A Kárpát-medence magyar lakta részein egy hatalmas kapcsolati tűkét sikerült ez a 10 év alatt kialakítani, tehát a lapoknak, a szerkesztőségeknek, ha bárhonnan kell valamilyen anyag, vagy újságcikk, vagy elutazik oda egy újságíró, akkor tud valakit fölhívni, aki segít. A Külhoni Magyar Újságírók és Újságíró Egyesületek együttműködése az anyaország számára is példaértékű lehet. A külhoni magyar közösségek között viszont van egy olyan erős kapcsolat, amely éppen a külhoni magyar újságíró közösségnek köszönhetően jött létre, ami lehetővé teszi azt, hogy minden pillanatban, minden gond kapcsán valóban egy olyan összefogás jöjjön létre a külhoni újságírók között, amely példaértékű lehet az anyaország számára is. A Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek konvenciója idei zentai tanácskozásának középpontjában az eddig elért eredmények összegzése és a jövőre vonatkozó tervek kidolgozása áll. A legfontosabb célkitűzések között szerepel a külhoni magyar médiastratégia kialakítása, a szervezet intézményesítése, valamint a Brüsszellel való kapcsolat kialakításában rejlő lehetőségek felkutatása. Ezek mind-mind olyan elképzelések, amit ha meg tudnak most valósítani a következő egy esztendőben, akkor én azt gondolom, hogy távlatosan azt a magyarság képet, amit mi a világban fontosnak tartunk, jelentősen tudják javítani. A találkozó résztvevői a délelőtti zentai tanácskozást követően délután Versecre utaztak, ahol a helyi Petőfi Sándor Kultúregyesületben az esti órákban bemutatják a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete az Érdsomlyói Híd főcímű kötetét. A tanácskozás holnap ismét zentán folytatódik, ahol a tervek szerint elfogadják a találkozó záró nyilatkozatát is.